Most kell regisztrálnia azoknak a 62 éven felüli szekszárdi lakosoknak, akik szeretnének részt venni az idén 6. alkalommal megszervezett karácsonyi ajándékcsomagosztáson. Gyurkovics János, a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere arra kéri a szépkorúakat, hogy időben és pontosan regisztráljanak. Több okból született ez a döntés, hogy most kell regisztrálni erre a dologra, mert mindenki előtt ismeretes gyakorló vásárlók vagyunk, hogy az árak rohamosan emelkednek. És ha most be tudjuk fagyasztani az árakat, akkor azért én szerintem bőségesebb csomagot tudnak összeállítani azok a szervezők, akik erre felkérést kapnak. Az árak figyelembevételével az eddigi 2000 forintos csomagárat most 4000 forintra emelték meg. Az alpolgármester azt is hozzátette, hogy ha most szerzik be az árut, akkor valószínűleg tartalmasabb csomagot tudnak összeállítani ebből az összegből, mintha várnának még november végéig. Tartós élelmiszerek lesznek a csomagba, és valamennyi édesség is az ünnepre való tekintettel, de hát én úgy érzem és úgy látom, hogy azért itt a tartós élelmiszereknek az arányának kell jóval nagyobbnak lenni, és hát természetesen egy-két apróság, édesség is belekerülhet a csomagba. Szekszárdon mintegy 8-9 ezer fő lenne jogosult erre a támogatásra. Tavaly 5500-an használták ki ezt a lehetőséget. Regisztrálni október 14-éig a 74-es körzet 999-333-as telefonszámon, vagy a szépkor@szekszard.hu e-mail címen lehet.